akácfákat gondoznak a közfoglalkoztatottak nyírt a határában. Márton Béla 1984 óta dolgozik az erdészetnél. Évek óta benne van a közmunkaprogramban. Másfél éve van nyugdíjig, addig szeretne itt dolgozni. Muszáj, mert más lehetőség nincsen, és ezt itt van helyben, muszáj csinálni. Máshova már én nem tudok elmenni, ebbe 30 éven benne van, hogy ezt, ezt megmondom őszintén, is csinálni, értem is csinálni. A Nyírerdő ZRT két megyében felel az állami erdőkért. A közmunkaprogramban szabolcs már bereg megyében 54, Hajdubiharban 27 településről verbúváltak résztvevőket. A dolgozók többsége évek óta dolgozik a cégnek. A dolgozóink 70-80 visszatérő emberek. Ez egyrészt sajnos, mert ez azt jelenti, hogy nem helyezkedtek el a közfoglalkoztatáson kívüli munkaerő piacon. Másrészt nekünk meg viszonylag kedvezőbb, mert ezeknek a dolgozóknak nem kell újból mindent megtanítani, mindent megmutatni, hanem viszonylag már otthonosan mozognak az erdőben. Most új akálc telepítenek a közfoglalkoztatottak. Még alig látszik ebből valami, de nyolc év múlva ekkorára nőnek a fák. A dolgozók emellett parkgondozásban és például az allergen gyomnövények írtásában is részt vesznek. A rendszer lényege az erdészetnél az, hogy közvagyont gyarapító értékteremtő munkát végezzenek. Ebben az évben a két megyében átlagosan 780 főt alkalmaz a erdő. Ez azt jelenti, hogy nyári időszakban közel 850 fő is fog dolgozni, és értelmszerűen a téli időszakban kevesebben fognak dolgozni, de ez a 780 fős átlag létszám ott teljesítenünk kell. A közmunkások nem csak dolgoznak, de tanulnak is. Az a cél, hogy előbb-utóbb a munkaerőpiacon találjanak állást. Ebben az évben a belügyminisztérium több mint egy milliárd forintot biztosít a nyíterdő ZRT-nek a közmunkaprogramra. Március elején indult, és 2017. február végéig tart a munka.